Mint egy kiemelt nívódíjas együttes produkcióit is láthatják majd, hiszen május 4-én ilyen minősítést szerzett a Szabolcs Néptánc Együttes. Vendégeim pedig a Néptánc Együttes elnöke Ágoston Ildikó és Ignác Gergő együttes vezető. Jó estét! Hát 13 év után, ha jók az információm, sikerült ezt a bizonyos nívódíjat nem megszereznetek, mert ugye ez nem úgy működik, hogy oda megy valaki és elhozza, hanem bizony ebben rengeteg munka van. Mesélj, Gergő, tulajdonképpen mi is volt ez a minősítés, amint ti ilyen szépen szerepeltetek? Igen, ez a Nyíregyházán megrendezett területi minősítő volt, ahol az együttes kiemelt nívódíjas lett, és igazából, ha már itt vagyunk, akkor szeretném innen is megköszönni a táncosoknak és mindenkinek, akinek ebben a műsorban, ebben a kiemelt nívódíjas műsorban munkája volt és részt vett, hogy ennyi munkát és áldozatot tudott hozni mindenki a saját szabad idejéből, saját energiájából. És akit még ki szeretnék innen emelni, hogy ugyan én vagyok a művészeti vezető, de van egy partnerem ebben, a Dalanis Nikoletta, és neki is nagyon köszönöm a minden segítséget, amit hozzátett a műsorhoz. És talán a legfontosabb, akit nem hagyhatok ki, ők a Kácsor házaspár, Kácsor Ignác Gabriella és Kácsor István, aki szeretném megköszönni, mert műsorunk kezdő és műsorunk záró számát is ők koreografálták és álmodták meg, és Kácsor István nagyon sokat segített a műsor szerkesztésében. Hát az első ilyen nagy áldozat az, hogy a heti kétszeri próbákat eléggé be kellett sűríteni, így a minősítő előtt egy kicsit többet dolgoztunk hétvégente és hétköznap is többet kellett dolgozni, külön zenekari próbák, külön viseletes próbák, külön színpadi próba, és ezért ez egy kicsit így ilyenkor egy nehezebb többet kell dolgozni, és hát hál' Istennek meg lett az eredménye. Én úgy gondolom, hogy csapatmunka volt ez, és ugye mindenkinek ott volt a szeme előtt valamiféle cél. Mégpedig az, hogy végre kapjatok egy olyan kritikát, olyan elismerést, ami ugye a szakmától, és ami tovább lendíti az esetleges nehézségeken is, hiszen minden együttes életében vannak kiemelten fontosabbak, vagy népszerűbb időszakok és nehezebbek. Mi volt esetleg az a szakmai mondat, vagy bármi? Egyáltalán volt-e arra lehetőség, hogy emellé kapjatok hasznos tanácsokat a jövőre nézve, olyan kritikát, vagy esetleg tényleg tanítást, ami nagyon fontos? Minden a műsor után egy nyílt értékelést tartotta a zsűri, 5 fős zsűrink volt, és minden együttesről egyenként mindenki hozzászólt a műsorához. Hát most így hirtelen nagyon sok minden jutott eszembe, szerintem most nem is mondanék belőle egyet se. Kritikát is kapott, de mindenki, és nagyon sok dicséretet is, és nagyon tetszett a szakmai zsűrinek az értékelése, mert tényleg olyan dolgokat mondtak el, amik minden hasznos lehet a továbbiakban, és hasznunkra is fog válni, ez biztos, mert elindultunk, úgy érzem, egy olyan úton, ami most elég felfelé ívelő, én úgy érzem. Ugye Ildikó, te évtizedek óta követted az együttes és az egyesület munkáját is, és hát gyakorlatilag Gergő egy olyan helyzetben került ugye az együttes élére, amikor nagyon nagy teher is volt ez egyben, hiszen a jafás stafétáját kellett átvennie szakmailag is és emberileg is, valamelyest megpróbálni bepótolni az űrt, vagy esetleg egy teljesen új ösvényen elindulni. Hogy látod, mennyire tudta Gergő ezt a feladatot? Hát igazából én ott kezdeném, most már tudok mosolyogni. Az idő az minden megold és sokat segít. Igazából ott kezdődik, hogy azt kellett elsősorban elfogadtatni, hogy a Gergő fiatal és táncpedagógus. Mindenkinek van egy szakmája, tehát ő korúbeli, és olyan büszke vagyok rá, mert nálunk kezdett táncolni a Gergő, és most ő a művészeti vezetője a Szabolcs Néptánc Együttesnek, és onnantól gyakorlatilag, hogy ezt a csatát ő megvívta, hogy visszatereljem a saját gondolataimat is ide, onnantól én azt gondolom, hogy szépen épül fel az ő imidzse,
Nagyon sokan vagyunk körülötte, akik ebben segítjük, támogatjuk, szárnyaikat bontogatjuk, bíráljuk, kritizáljuk, ha szükséges, de mindig a legjobb építő szándékkal tesszük ezt. Hát visszatérve erre a sikerre, én is végig toltam velük az elmúlt hónapokat, 4-5-ször is. Gyakorlatilag az januártól nem volt más az életünkben, nem volt magánélet, család, kikapcsolódás, csak ez a szakmai minősítő lebegett a szemünk előtt. A sikert nem adják ingyen, ajándékba sem, tehát ezért megdolgozott a Szabolcs Táncegyüttes, megérdemelten kapta ezt a díjat. A Kácsor házaspár, nyíregyházi koreográfusok, de országszerte híresek, óriási ötletet adtak a minősítő műsor köré, gyakorlatilag a víz volt a középpontban, ahogy csepeg a víz, ezt összehozták az életben folyó, ahogy a pici gyermek megszületik, felnőtt, cseperedik, ahogy a család útnak engedi a fiatal lányt. Tehát a víz életútját párhuzamba vonta az embernek, a csecsemőtől a időskorig az ember életútjával. Hát olyan fenomenális ötletet talált ki és építette fel ezt a műsort, amelyet Gergő azt mondta a napokban, hogy az országos koreográfiai versenyre is beszeretne nevezni a jövő évben, illetőleg egy toszkánai meghívásunk van nyárára, július utolsó hetében. És eltáncoljátok Toszkánában is? Hát ő a szakmai főnökén ebbe, nem nagyon szoktam beleszólni, én inkább látom, a pénzügyek, igen. A menedzsment, az én asztalom, illetőleg az óvodáskortól az idősebb korig a száztáncos átölelése és tánc iránti szeretet átadása, hát a ugye, feladaton. Tényleg ez a vízszimbólum csodálatosan áradt, úgy látszik ebben a koreográfiában is, és pont azt akartam megkérdezni, hogy mennyire számít nyilván a technika, a rutin, illetve maga az ötlet, hiszen ma már ahhoz vagyunk szokva, hogy a különböző internetes felületek miatt ugye a rengeteg ingerre, a mozgásokra meg kell ennek jelenni egy picit a tradicionális néptáncban is, hogy érzed? Minden számít, főleg egy ilyen versenyen minden. Nem elég, ha a táncosok, technikások is nagyon ügyesek, kell hozzá egy jó műsor. Nem elég, ha van egy jó műsor, ahhoz technikás és nagyon tehetséges táncosok is kellenek, és akikkel sokat tudunk együtt dolgozni. Meg ami most szerintem a legfontosabb volt, és ami most nagyon látszódik a csapaton, hogy mivel sokkal többet dolgoztunk együtt, ezért jobban összetudott kovácsolódni a csoport, és szerintem ez a színpadon is és minden koreográfiában megmutatkozik. Hát megérte, bár arra gondoltam, hogy vajon a családtagok mit éreztek, biztos, hogy már egy kicsit tele volt a hócipőjük, és alig várták, hogy meglegyen ez a minősítő verseny. Hát most kaptatok akkor, vagy kaptak egy kis örömidőszakot, amit együtt tölthetnek, bár ma este is a táncosaitok itt vannak, úgyhogy külön köszönet, hogy a weekendben megcsillantják ezeket a gyönyörű táncokat. Kezemben pedig Ladányi András Jaffás című könyvét tartom, ugye róla beszéltünk, és az ő emlékét, azért az ő együttes azt gondolom, hogy tovább őrzi minden egyes táncában. Mi pedig egyet fölajánlunk ebből a könyvből a kedves nézőknek, illetve Ildikó fölajánlotta. Egy kérdés elhangzik, szerintem a Facebook oldalunkon is ezt a kérdést majd megosztjuk, és várjuk a válaszokat. Nos, mire kell válaszolni a nézőknek? Mikor alakult a Szabolcs Néptánc Együttes? Akkor csupán egy életkort, hát akár azt is, egy évszámot kell befötyögni. Köszönjük szépen nektek csodálatos időt és hatalmas sikereket Toszkánában, illetve valamennyi programon, ahol találkozhatnak veletek a nézők. Köszönjük szépen. Mi pedig most a következő percekben meg is nézhetjük, hogy milyen egy Nívódíjas együttes előadása.